Persze. A Törökország Bursa tartományán. Jól láthatjuk, hogy ezek az emberek nyilván kimaradtak a globalizációs folyamatból. Az életben maradásért folytatott küzdelem legszembeszökőbb jellemzői a gyermekhalandóság magas aránya, valamint a nyugati segélyektől való függőség. Biokémikusok rendkívül fontos szerepet vállaltak a biogazdasági önellátásra irányuló törekvésekben. Terméskezelés, transgenetikai növényátalakítás, hibridizáció és fejlett eljárások a termőföld trágyázásában. Íme néhány feltárásra váró út ebben a tartományban. Ez egy... Magyar Hangok, Sörös Sándor, Csondor Kata, Balog Anikó, Rudas István, Imre István, Árkusi Kati, Megyeri János, Albert Gábor. Zene Mihail Vandmacher. Fényképezte Wong Wing Han. Kiárusítás. A hamburgered, Jackie. Ó, ez forró. Kösz. Sose fogsz férjet kapni, ha ilyen kosztan élsz. Mintha a mamámat hallanám. Vevő. Már megint az esztem, hogy súgta. Aha, nagyon vicces. Jönnek. A szakóba, gyorsan! Jó reggelt! Miben segíthetek? Kondigépeket keresünk a tengerparti villánkba. A legjobb helyre jöttek. Ez a gép ideális a váll, a hát és az oldalizmok fejlesztésére. Napi 3 edzést javaslok. A nevem Stan, a névkártyám. Köszönöm. Nem kell, ez túl könnyű. De uram, azt látta, hogy a súly állítható? Utána, menj! Ezt önnek találták ki. Nézze csak! Hé, az mire jó? Hát ez... egy aerobik labda. Amerikából érkezett. Borzasztóan népszerű ott. Az egész család gyakorolhat vele. Bemutatná? Hogyne? Előbb be kell melegítenünk. Majd hanyat fekszünk, és a hátúszást gyakoroljuk. Aztán jöhet a fekvőtámasz. Így. Ha ez túl nehéz, így csináljuk. Ha nem elég, ezt csináljuk. Ó, milyen erős. Fenyűgöző. Aztán megveszünk. Gyere már, kell a fenének. 2, 3, és... Mutatok egy könnyebbet. Nagy kalam. Én ezt nem tudom megcsinálni. Parancsoljon, teát isznek, igaz? Csak óvatosan. Mondja, ez a feleségemre hajt? Nem, uram, ő a hónap eladója. Gyere, ezt muszáj kipróbálni. Gyere. De hát nem
azonnal! Lisztát, megyek már! Lisztát! Lisztát! Elnézést, uram, még ne menjen el! Meg vagy veszve! Felkereshetem az irodájában! Megadtam a számomat! Kérem, telefonáljon! Miért csinálta? Sajnálom. Megmondtam, nem nyit ajtót, ha nem vagyok itt. Hé! Adok egy tanácsot. Maga a pasival foglalkozzon, ne az asszonyra hajtson! Csak bemutattam. Na ide, figyeljen! Maga kondigépeket árul. Mi volt ez a cirkusz? Csak is a lényegre koncentráljon! Mehet. Igen, végeztem ott hátul. Ja. Jó, rendben, köszönöm. Minden rendben van, csapjunk bele. Valami baj van? A jobb oldalon álló a tiéd rendben van. Én a pisztolyt, te a manust kapod el. Dobd ide! Nem aztán zsarom, ezt itt nem áll előle! Gyerünk! Mi folyik itt? Gyerünk! Hallgassanak meg! Hívják a rendőrséget gyorsan! Gyerünk! Gyerünk már! Gyerünk! Állj az útba! Várj meg! Ne bámulj minket! Ne! Szép vagy, lány! Várj! Hé! A lóvé! Tényleg? Csak segíteni akarok! Gyere már, gyere! Egy fotót csináljunk!
Mondja, honnan tudta, hogy bankrablókkal van dolga? Tudom, hogy ez furán hangzik, de az ösztönöm megsúgta. Mindig az ösztönére hallgat? Nézze, nem szoktam megkérdőjelezni. Nem félt? Nem gondoltam rá. Hát talán egy kicsit, de amikor megláttam, mit csinálnak, nem haboztam. Igaz, hogy tud kung fúzni? Igaz. Én egy árvaházban nőttem fel. Sokszor megruháztak, ezért iratkoztam be önvédelmi tanfolyamokra. Minden álmom az volt, hogy felvegyenek a rendőrséghez. Jó estét, uram! Elnézést! Sietek, ez az utolsó vonat. Uram, kérem! Ez nem maga? De... Ne, uram! Feltétlenül beszélni akarok magával! Maga egy hős! Kérem! Na, maga az, igaz? Valamit meg kell beszélnem magával, nagyon fontos. Na, itt jó lesz. Forró teát! Sört kérek. Igen, ez jól hangzik. Szóval... Manny Liu magánnyomozó. Ha valakit elő akar keríteni, bízza rám. Ezt megjegyeztem. Nézze, van egy megbízóm. Tudom, furán hangzik, de ő azt mondta, Manny, keressen pár férfit, aki 58-ban született. Miért nekem mondja el? Végigjáratta velem az egész várost. Nagy szerencsémre. Sikerült felkutatnom magát. Nem értem, hogy mi közöm hozzá. Na, hát jó. Megtudtam, hogy titoklappan maga körül. Miért nem vág a közepébe? Rendben. Legyen az ügyfelem, kérem. Egy férfit keresünk. A neve Manny. Alacsony, köpcös, kopaszodó fazon. Ó, bocsi, szólít a természet. Hé, Manny! Hova mész, Manny? Hol van a sosunk? Hé! Hey! Nem vagyok boldog! Nem vagyok boldog! Segíthetek? Nem tudom, mit akartak tőlem azok a gazemberek, azok a bűnözők. Én egy munkás ember, ó, finoman, azok a szélhámosok. Nekem ne hazudjon. Tartozik nekik. Engem hagyjon ki ebből. Kösz az együttérzést. Óvatosan. Nézze csak, pocsékolom az időmet magával. Kár volt a gőzért. Most már sosem fogjuk megtudni, hogy maga kellen. Várjon. Mit mondod, kinek dolgozik? Mit számít az? Nem tartozik magára. Mellesleg, milyen jogon ítélkezik fölöttem? Jegyezze meg, nem minden ember olyan, mint ahogy elképzeljük. Az istenit! Hé, iszik valamit? Helyezze magát kényelembe, hozok egy sört. Olyan aranyos. Kincsem. Ébredj, fiam. Ne aggódjon, a kazetta a megbízóhoz kerül. Interjú Mr. Chen-nel. Nézzük csak. Itt az áll, hogy a Guan Chao árvaházba 1958 májusában került. Úgy 4 hónapos lehetett. A megbízómnak pont ez kell. Nézem bele. Sose lehet tudni. Nem vagyunk biztosak, de én potenciális jelöltnek tekintem magát. A megbízóm szeretne találkozni magával Szöulban. Szöulban? Igen, ott.
A megbízom sajnos ott fekszik kórházban. Ő koreai. Koreai? Maga viccel? Nem engem keres. Maga talán nem tudja, de 53-ban, miután véget ért a koreai háború, óriási népvándorlás kezdődött északról és délről egyaránt. Távol a hazától a nagy nyomorúságban, a családi kötelékek felbomlottak és sok gyereket elhagytak. Az immár öreg és általában betegeskedő apák úgy tűnik, megpróbálják felkutatni a gyermekeiket. Azért teszik, hogy ne gyötörje őket többet a bűntudat. Államvédelmi kórház, Szöul, Dél-Korea. Az a kocsi minket követ. Csak védelmeznek. Nem értem, miért aggódik úgy. Sajnálom, de rossz előérzetem van. Kezeket fel! Mr. Park! Itt van Mr. Chen. Magukra hagyom önöket. Mr. Chen, hosszú utat tett meg egy haldokló kedvéért. Látnom kellett magát. Boldog vagyok, hogy eljött. Remélem, hogy maga az igazi fiam. Gondolja? Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy az életem lassan véget ér. Ne adja fel. Kitaláltam egy játékot, amit mi ketten játszunk le. Ha maga győz, akkor megkapja az összes pénzt, amit félretettem az igazi fiamnak. És ha veszítek? Azt hittem, magának több önbizalma van. Maga az, igaz? Hello, a nevem Carmen Wong. Amerikai riporter vagyok, a US Inquirer-nek dolgozom. Ráér egy percre. Már 2 éve dolgozom ezen a sztorin. Koreában születtem, ezért érzékenyen érint. Mr. Park valóban az édesapja? Isten tudja. Megsúgták, hogy Koreában ő volt minden idők leghírhettebb kettős ügynöke. Úgy értem, mielőtt diszidált. Diszidált? Az elején Észak-Koreában kémkedett, de Dél-Koreának adott el titkokat. Mindkét fél szemet hunyt neki, mostanáig. Jelenleg politikai terra feleknek. Miért diszidált? Ezt szeretném magam is kideríteni. Ha netán elárulja, elmondja nekem. Thank you.
Maga az egyetlen örökös. Az orvosi és ügyvédi költségek levonása után 5 milliója maradt meg. Arra kaptam utasítást, hogy a pénzt adjam 3 árvaháznak. Semmi baj. Nos, magára is hagyott azért valamit. És ezt a dobozt. Ez micsoda? A házának a kulcsa? Nem. Mr. Park mindig szállodában lakott. Azt is kérte, hogy a hamvait szórják a felesége sírjára. Tulipán. Várj meg! Itt járhatott az édesapja. Biztosan érezte, hogy meg fog halni, és eljött végső búcsút venni. De miért angolul? Miért nem koreaiul? Álljon meg! Tessék? Most! Hadd meg a segély! Kapaszkodjon! Csatolja be! Vigyázz! Na, akárki is legyél, benne vagyok a játékban. Virágok. Itt van a tulipán. Származás ország, aranytulipán, nézzük csak. Törökország. Úgy értem, miért a diszidált? Isztambulba diszidált. Hogy kell ezt játszani? W-A-I-T-6-3. Köszönöm, segítenek, kérem. Távolsági beszélgetést szeretnék Isztambullal. Egy pillanat, szabad a számot? 9-2-4-8-3-6-7-6-3. Kapcsolom.
Sajnálom, egyetlen szavát sem értem. Elnézést. Itt az Isztambulban. Igen! Igen! Isztambul, Törökország. Köszönöm. Írja be a szívszámát, és kérek egy aláírást. Köszönöm. A tea nagyon forró, vigyázzon. Jó, köszönöm. Nem esett baja? Bocsásson nem, meg, Mr. Park. Semmi van, jól van, köszönöm. Tehát jól van? Jól vagyok. A török te a keserűbb, mint az önöké. Igen. Mr. Park? Igen? Ide a bélyegzője kell. Tudom, köszönöm. Mr. Park? Igen? Erre fáradjon. Köszönöm. Mr. Park, ha bármire szüksége volna, odakint megtalál. Köszönöm. Szívesen. Halleluja. Minden jó. Köszönöm. Viszlát. Hello, a Palace Hotelba.
mozdul! Csak turista vagyok. Én egy szót sem értem. A táska a magáé? Igen. Jöjjön, a pénz a magáé? Én? Velük jön. Rendben. A szobája, uram. Mr. Chan? Igen? Legközelebb legyen óvatosabb. A pénzét inkább a bankban tartsa. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nincs köszönöm. Köszönöm! Köszönöm. Nem volt túl nagy kihívás. Győztem. Na, büszke vagy rám, papa? Ezt nem nézted ki belőlem, mi? Na, megnézem, milyen ez az Isztambul. Viszlát. Nehogy elkoborolj. Papa. Sajnos csak ennyire emlékszem. Honnan ismeri ezt a dalt? Maga követ engem. Nem. Ó, találkoztunk már? Csak kíváncsi vagyok, hol vette a sálat? Ajándékba kaptam. Ó. A nevem Jackie Chan. Szia. Hogy hívnak? Engem te csak ne hívjál sehova. Hát, kezdetnek nem rossz. Hát az attól függ, hogy mi az elvárásod. Ebédelj velem holnap. Vicces? Hánykor? 2-kor, a Sierra Hotelben. Velem tartasz? Örömest. Most sajnos mennem kell. Akkor megbeszéltük. De hol találok meg? Asztalt foglalok Jong névre. Nagyon örülök, Jong. Elnézést a késésért. Jong, remélem megtetted, amit kértem. Igen, uram. Jól érzi magát? Igen. Még egyszer? Jöhet. Ó, jut eszembe. Ha elszundíznék, kérem, 12-kor ébresszem fel, rendben? Rendben. Hú.
Elbúvé. Csuk! Nádej! Je váš ten. Je váš. Sam! Dort! Dort! Mi történt? Szenni, keszerem! Mit mondott? Keszerem, Szenni! Ó! Oh. A pénz kéne? Gnus! Oh. Elnézést!
Bizonyára csodálkozik, hogy itt lát, de csak igyekszünk megvédeni magát. Hadd mutassam be, Mr. Philip Ashley, CIA ügynök. Nagyon sürgős közlendője van. Felismeri ezt az embert? A fekete piacon kereskedik, lőfegyverrel, droggal, az emberrablástól seriad vissza. A valódi neve Lee Sun Yen, de egyéb neveken is fut. Tartunk tőle, hogy most itt magát üldözi. Engem? De miért? Úgy tűnik, hogy hatalmi harc folyik a koreai és a török drogvárok között. Lee felfogadott török biokémikusokat, hogy kifejlesztenek egy új, szupererős ópium származékot. Úgy hívják Opiumaxa. Nem elég, hogy tízszer erősebb, de sokkal gyorsabban lehet rászokni. Ekkor Lee elhatározta, hogy előnyös volna támadásba lendülni. Tudnélik azt képzelte, hogy ha elpusztítja az ellenfél falvát, ráteheti a kezét az ázsiai piacra irányuló exportra. Pekhére alábecsülte az eltökéltségüket. Két hét múlva a négy kutatót lemészárolták a tábori laborjukban. Az egyetlen ópiumaxás üvegcse minden valószínűség szerint megsemmisült. De nekem mi közöm ehhez? Nos, a mészárlást megelőző napon ezt a tudós látták az ügynökeink Mr. Park társaságában. Gyanítjuk, hogy a maga apja átvette az első ópiumaxás üvegcsét, hogy továbbadja Lee-nek. De szerintünk nem adta át az árut. A lövöldözés utáni napon az apja bement az isztambuli dél-koreai konzulátusra és menedékjogot kért. Védőőrizetbe vették. Dél-Koreának adta az ópiumot? Nem. Nem sikerült megtalálnunk. De a maga segítségével talán megakadályozhatjuk, hogy ne legyen több áldozat. Nem akarok beszállni. De hát már nyakig benne van. Nézze, Mr. Lee ezt a nőt bízta meg a maga megkörnyékezésével. A döntés csak is magánál. Vagy nekünk dolgozik, vagy vállalja a kockázatot. Jong, ne haragudj, hogy elkéstem. Tényleg? Már azt hittem, el se jössz. Oh, megsebesültél? Nem komoly. Oh. Mr. Lee, a főnököm, szeretne meghívni vacsorára ma este. Ó, oh, értem már. Miről beszélsz? Nem az ő emberei vettek üldözőbe? Dehogy, honnan veszed? Nekem ne hazudj. Oh. Rossz helyen keresgél, semmi közöm a dologhoz. Nem érdekel, hogy bántani akar engem? Te tudod, mi a helyes út? Neki nem lehet nemet mondani. Kérlek, muszáj vele találkoznod. Vegyem ezt figyelmeztetésnek? Már így is túl sokat tudsz. Oh. Hát nem érted? Én csak kődönc vagyok. Jakaradak! Milyen küldönc? Mi? Veronovana! Miket beszélsz? Veronovana! Nem értem, mi... Come on!
Bántottak? Jaj, nem. Szabadíts ki, kérlek. És most mit csináljuk? Lelépünk innen. Sose láttam ilyen vérontást. Milyen ember lett az, aki ilyesmire képes? Ő kényszerített rá a tűre. Tudod, én is árva gyerek vagyok. Lee magához vett, amikor kikerültem az utcára. Ő azt mondta, hogy egy csinos lánynak luxusban kell élnie. Tévedett. Nincs igaza. Az volt az álmom, hogy valamikor lesz férjem, családom, és olyan emberek vesznek körül, akik szeretnek. Most már tudom, hogy sose fog beteljesülni.
Szervusz, Jon! Jól vagy? Gyere! Hoztam neked meglepit. Jon! Az embereim meg akartak menteni. Miért menekültél el előlük? Miért ölettem meg azokat az embereket? Mi más tehetem volna? Nem hagyhattam, hogy megkínozzák az új barátomat. Úgy tűnik, ilyen az ivatal. Gyere fel a hajóra! Szedd rendbe magad! Igen, tudom. Kizárt, hogy elkéssek. Tartom a szavamat. Hát persze. Hol is tartottunk? Azt mondtam, semmi közöm a maga ügyleteihez. Erre azért ne vegyél mérget. Rengeteg pénzt fektettem ebbe az áruba. És tudtommal te hozzád került. Miért nem mondta, hogy a pénzt akarja? Annak semmi akadálya. Nem csak pénzről van szó. Ezt te is tudod. Teljesen mindegy, hogy Park az apád vagy sem. Azért, mert rajtad fogjuk behajtani a tartozásait. Tényleg? Ha csak le nem beszélsz róla. Ha átadod az opiumaxát, talán gondoskodom a védelmedről. Ha nem adod át, még belegondolni is rossz, mi lesz veled. A törökök biztos dühösek rád a történtek után. Uram, a gyógyszere. Várj! Van egy ellenajánlatom. Beveszlek az üzletbe. Nem csak megtarthatod a pénzt, de még a nyereségből is részesedsz. Mit szólnál 3,5 milliárd dollárhoz? Mindezt egy apróságért cserébe. Hogy hangzik? Mondtam már, hogy nem tudok semmit. Hagyjon békén. És ráadásul megkapod Jongot. Ne siessd el. Nem kell most döntened. Egy autó vár rád odakint. Ne habozz túl sokáig. Nem illik egy hölgyet megvárakoztatni. És nem szeretném visszaküldeni az utcára. Tudjuk, mennyibe széleselkedik odakint egy csinos lány. Titoklap van maga körül. Magára is hagyott azért valamit. Te csak ne hívjál sehova. Várj meg! A hamvait szólják a felesége sírjára. Itt járhatott az édesapja. Biztosan érezte, hogy meg fog halni, és eljött végső búcsút venni tőle. Kitaláltam egy játékot, amit mi ketten játszunk le. Én is árva gyerek vagyok. Az utcára kerültem. Mit tehetek érted? Mi gyötör, fiam? Ön ismer valakit. És ki az a személy, akit keresel, aki miatt hozzám jöttél? Ez itt a fényképe.
Felismeri? Gyakran járt nálunk. Igen, bőkezgen adakozott. De már több mint két hónapja nem láttam őt. Legutóbb nagyon zaklatott volt. Megkérdezte, lakhat-e a paplakban. Azt feleltem, hogy addig maradhat, amíg csak kívánja. Két nappal később azonban eltűnt. Majd röviddel ezután telefonált, hogy haldoklik. Szólt, számít csak a fia látogatására. Azt mondta, eljössz a holmiáért. A játéknak vége. Ez az, amit keres? Ég veled, Jobb. Mostantól gondoskodj magadról. Egy óra múlva indul a vonatunk. Tudod, az állomáson mindig elszomorodom. Eszembe jut, hogy nincsenek szeretteim, akiktől elbúcsúzhatnék. Miért ne kezdhetnénk mindent újra? Akkor visszakaphatnánk a szeretteinket. Olyan optimista vagy. Megtörténhet. Miért is ne? Megérdemled. Legalább egyszer az életben. Ne haragudj! Rögtön! A Chenyang árvaház összes tanárának üzenem, hogy nagyon jól tanulok. Mindnyáján nagyon hiányoznak, de izgalommal nézek elébe a jövőnek. Ígérem, hamarosan írok még, és azon leszek, hogy mindig büszkék lehessenek rám. Sok szeretettel, Jung.
Fogadja őszinte részvétemet. Az amerikaiak még kapóra jöhetnek. Mehetünk a táskáért? Ugye nem adta oda Lee-nek? Ha nekünk adja, az a szegény lány még életben volna. Most fizetnünk kell Lee-nek a megszerzéséért. Tudja, hogy mibe kerül az nekünk? Beszéltem az ügynökséggel. Már intézik a visszautazását. Hülyeség volt idejönnöm. Rohadt volna meg a török sikkem. Nem, sajnos már odaadta Lee-nek. Már készen áll az emberem a tárgyalásra. Felvesszük a kapcsolatot Lee-vel. Jöjjön, elviszem a hotelba. Nem. Felkutatom Lee-t. Minek? Hogy bosszút álljon? A lányt semmiképp nem tudta volna megmenteni. Ne legyen naív. Magának egy dolog kell. A lány tragédiája. Hidegen hagyja magát. Úgy érzem, mindkettőnket elárult. Sajnálom, hazudtam magának. Nem vagyok riporter. De ha Lee-s kalvja kell, holnap délután 2-kor legyen az Asafri repülőtéren. Senki nem tudhat erről a beszélgetésről. Ashley-nek mi a terve? Elhatározta, hogy alkut köt Lee-vel, Atémmal találkoznak. A CIA végül felülikvidálta az észak-koreaiakat. De izgalommal nézek elébe a jövőnek. Ígérem, hamarosan írok még, és azon leszek, hogy mindig büszkék lehessenek rám. Sok szeretettel, Jung. Utóirat. Elutazom egy távoli helyre. Még nincs posta címem. Ha bármire szükségük van, írjanak a barátomnak Hongkongba.
Jackie, ugorjon át! Miattam vannak veszélyben. Előbb segítsen kimenteni őket, aztán megkapja a nyavajás drogját. Ne lakítson rendben! Kérem, mentse ki a családomat! Hallott engem? Kész? Ugrás!
Jackie, jól van? Hogy lehet az, hogy valahányszor látom, teljesen másként fest. Mi a titka? Ha tényleg tanulni akar tőlem valamit, elárulom a titkot. Ne engedje, hogy bárki kiismerje. Emlékszik a magánnyomozó alakításomra? Arra nagyon büszke vagyok. Nem volt túl hiteles. Tudja, gondoltam, hogy nem fogja bevenni. Ezért állítottam magára a kedvenc lányomat. Carmen, hogy tetszett? Carmen? Igen, riporternek adta ki magát. Magának dolgozott. Eltalálta. Azt hittem, hogy ő a CIA embere. Még most sem fogta fel, hogy mi az ábra. Meséljen. Nekünk csak egy dolog kellett, reméltük, hogy maga segít megszerezni. Egy nagy sakjátszma volt az egész. Maga csak egy gyalogos volt. Ha valaki megtalálja az opiómaxát, biztosra vettem, hogy Lee is megjelenik. 3 éve próbáljuk lesittelni drogkereskedés miatt. Maga kinek dolgozik? Az USA kormányának. És szeretnék tenni egy ajánlatot. Kellenek az olyan emberek, mint maga. Maga egy ős tehetség. Már csak a zuhanást kell megtanulnia. Mondtam, mögöttem! Áj! Ki engedt el? Hányszor mondja még el, fiú? Sose figyeltek rám! Mozgás! Még egyszer! Mi a fenét csináltam? Egyszerűen hülyeségem. Én a pisztolyt, te a manust kapod el. Megőrültél? Én itt vagyok, segíthetek? Lelőnek a rablók, hogyha ilyen hangosan beszélsz. Súgjatok neki! Kínaiul nem jó? Akkor elmondom angolul. Nem volt túl nagy kihívás. Győztem! Jaj, ne!
Bocs, papa, megütötted magad? Elnézést kérek. Magyar szöveg Harcos János, hangmérnök Nikodém Norbert, vágó Daró Katilla, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Szörnyi István. A szinkront a UIP Duna film megbízásából a Balog stúdió készítette. Please enter your password and download your machine directory.